Tarjány István edzőjével, Pákei Bélával iskolázik a Nyíregyházi Atlétikai Centrum vívótermében. A mozdulatokat nem lehet eleget gyakorolni, a párizsi paralimpiára készülő kerekesszékes vívó heti 5 alkalommal tréningezik mesterével. Emellett kondicionáló edzések és gyógytorna is szerepel a programban. És persze ott vannak a versenyek is. Legutóbb a tengeren túlon, a Washingtonban rendezett világkupa viadalon az 5. helyen végzett István. Volt egy kis problémám az átállással, mert hogy odaérkeztünk egy hosszú út után este, és én másnap reggel már azonnal kezdtem. Tehát ott éreztem egy kis problémát, hogy nem igazán voltam 100%-os. Szerintem ez okozta a problémát, hogy idézőjelben csak 5. lettem. Tehát éremért mentem oda is, nagyon szerettem volna. Majd a következő versenyen összejön. Nagyon erős a mezőny, főleg szerintem a B kategóriában, ahol én vagyok, a kard az nagyon-nagyon erős, főleg Európa, de verhető mindenki, mint az Európa-bajnokságon is sikerült ezüstérmet szereznem. A következő világkupa verseny Olaszországban lesz március közepén. Pízában már többször is sikeresen szerepelt a nyíregyházi sportoló, aki kis túlzással hazajár az ottani viadalra. Jelenthet előnyt, de már annyiszor hallottam, hogy ott mindig jól szerepelek, hogy már egy kis nyomás is van rajtam. Remélem, hogy sikerül jól vívnom. Én ugyanúgy megyek oda, mint minden világkupára és minden versenyre, hogy 100%-ot kiadom magamból, és meglátjuk, hogy ott abban a pillanatban ez mennyire lesz elég. Szerencsére kardban nagyon jó edzőpartnereim vannak. A csapattársam Csépke Bence, aki elkezdte pár éve, ő is nagyon sokat fejlődik, és már ő is nagyon jól vív, meg jönnek régen, akik éppen vívtak, ők is beülnek velem szembe a székbe, tehát nagyon sok segítséget kapok. Tarjányi István jelenleg a 2. helyen áll a kvalifikációs világranglistán. Ahhoz, hogy ezt a helyezést meg tudja tartani, folyamatosan fejlődnie kell, mivel fejlődnek az ellenfelek is. A gyakorlati tréningek mellett ezért a riválisok elemzése és a mentális felkészülés is része az edzésprogramnak. Ez egy végtelen játék, mert minden akcióra van egy válaszakció, úgyhogy a fejlődés az folyamatos, úgyhogy nem állunk meg, hanem mindig, amiből az ellenfél felkészült, mi arra fogunk ráváltani, mi meg abból készülünk. Ugye a vívás köztudottan egy nagyon mentális sportág, nagyon-nagyon komoly testi-lelki felkészültség szükséges, úgyhogy a testi mellett a lelkit is gyúrjuk keményen. A pízai verseny mellett még 3 másik világkupa viadalon és a világbajnokságon gyűjtheti idén a ranglista pontokat a nyíregyházi vívó.